Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Karizma Podcast legújabb adásában, ahol ismét egy vendéget köszönthetek, ráadásul egy elképesztő módon ismert és elképesztően rutinos előadó lesz a mai vendégünk, és azért is nézek föl rá nagyon, mert szerintem az egyik legnehezebb előadói műfajt választotta. Ő 2003-ban jogászként végzett az ELTE állami és jogtudományi karán, majd kezdetben egyetemi tanársegédként médiajogot és jogtörténetet oktatott, és 2005-ben állt rá arra a pályára, amin ma is hasít ezerrel, ez pedig a humor és a stand-up világa. A Duma Színház állandó tagja, de írt már mellette kabaré, tévésorozatot és regényt is. És most be is mutatom nektek a vendégemet, aki nem más, mint Kovács András Péter, karinti gyűrűs humorista, a magyar stand-up egyik meghatározó alakja. András, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Én is nagyon örülök, és nagyon köszönöm a meghívást, és így röviden összefoglaltad a biográfiámat, és nem tudom, hogy hanyadik mondatnál húzogatták ki az emberek sorban a nevüket a fejükből, hogy akkor nem Arázskó Eszter, jó, akkor nem is a Hatházi, úgyhogy lehet, hogy közben valaki már fejben eljutott hozzám. És ha valaki nem jutott volna, azért segítünk neki még egy kis adalékkal, mégpedig azzal, hogy mi ugye már beszélgettünk egy nagyon jót pár évvel ezelőtt, amelynek eredménye lett egy könyv is, mégpedig a Karizma című könyv, amelyben a legkarizmatikusabb magyar előadókkal volt szerencsém beszélgetni, és hosszú és a stand-uposok között téged választottalak ki, és aki szeretné tudni, hogy például hogyan kezded a lámpalázat, hogyan készülsz fel egy előadásra, vagy hogy jutottál el még inkább a stand-up világába, annak jó szívvel ajánljuk a Karizma című könyvet. Úgyhogy ma ezeket a témákat kevésbé fogjuk elővenni, viszont amit szeretnék a középpontba tenni, az egy olyan téma, amiben te meglehetősen otthon vagy, ez pedig nem más, mint a humor. Hú, megnyugodtam, hogy ezt mondod. A nőgyógyászatot. És nem a szobafestés, és nem más lesz, de ki tudja, lehet, hogy abban is otthon vagy. Igen, igen. Pizzasütésben tudok még tanácsokat adni esetleg. Tényleg, ezt láttam egy másik interjúban, hogy a pizzasütés, az honnan jött egyébként, a gyorsan, azt hadd kérdezem már meg. Hát ez az egy csodálatos dolog. Nem tudom, hát voltak olasz ismerőseim, már nem tudom én, egyetem alatt volt itt egy-két Erasmusos olasz diák, akikkel így bele tudtam kóstolni az olasz kultúrába és gasztronómiába, tanultam olaszul, tehát ez így a kultúra mindig is közel állt hozzám, és semmi sem okozott akkora kihívást, mint a pizza. Tehát spagettit könnyű, sokkal könnyebb sütni, igen, szerintem egy jó bolonyai szószt, mint egy ilyen igazán jó pizzatésztát összehozni, és mindig a nehezebb ellenállás irányába mozdulok el, úgyhogy ezt fanatikusan a fejembe vettem, hogy addig nem nyugszom, amíg nem tudok jó pizzát csinálni, és ez még mindig nem sikerül, de már eléggé jól közeledek a tökéleteshez, most is épp fermentálódik a konyhapulton valami. A munkádban is megvan ez a tökéletességre törekvés? Igen. Amikor a színpadon vagy? Tökéletességre is, illetve ez, amit már mondtam, ez a nehezebb irányba való elmozdulás, tehát a nagyobb ellenállás felé. Én sose ez egyszerű, néha beírom olcsó és egyszerű megoldásokkal, persze, de mindig szeretem azt, ha valami kihívás, és nem jó választ igyekszek adni a dolgokra, hanem a legjobbat. Ami nagyon nagy macera, és még így se sikerül persze, de legalább törekszem. Hogy lehet humorban tökéletesnek lenni? Nekem ez a két dolog, hogy annyira nem tud összepárosodni. Segíts ezt megérteni. Hát nem tudom, ez egy belső mércének kell megfelelni. Tehát a humor az nagyon-nagyon szubjektív, és nyilván most a hallgatók közül is mindenkinek megvan a maga preferenciája a magyar humoristák közül, nem feltétlenül mindenkinek én vagyok a kedvence, de ha a saját belső mércém szerint én megtettem a tőlem telhető lehető legjobbat, vagy a sok lehetséges poén közül a legjobbat tettem rá egy adott felvetésre, akkor én már nyugodt vagyok. Ami persze időről időre változik, és már most nem bírom visszahallgatni azt, amit két éve mondtam, de legalább az éppen aktuális belső mércém szerint törekszem. Pár éve vettem részt egy workshopodon, egyébként akkor találkoztunk először személyesen, és akkor mondtad azt, hogy a kommunikáció fűszere a humor. Ez egy nagyon szép metafora, engem nagyon megfogott. Mit jelent ma számodra a humor? Hú, ez nagyon-nagyon jó kérdés. Annál is inkább, mert ez így folyamatosan átíródik bennem. Most hónapokig itthon voltam, ugye ez a helyzet is olyan volt az elmúlt két évben, hogy vagy a gyerekekkel kellett itthon lenni, vagy. És én nagyon sokat magamban voltam, és nagyon sokat töprengtem, és a humor
az inkább egyfajta ilyen oldásra szolgált nekem, hogy a különféle lelki problémáimon egy kicsit lazítsak, vagy a humor segítségével tudjam őket megfogalmazni, vagy feldolgozni, viszont az elmúlt hetek meg máshol se szóltak, mint hogy megállás nélkül jöttem-mentem a kis pajtásaimmal, a kollégáimmal, akiket nagyon kedvelek, és megállás nélkül egész nap hülyéskedtünk. És ott meg átalakult a humor, és nem a saját kis belső világon feldolgozásának az eszköze volt, hanem a többiekkel való kommunikációnak, a többiekhez való legrövidebb út megtalálásának az eszköze volt. És talán, hogyha most kéne megfogalmaznom, hogy mi a humor, akkor ez. A humor szerintem a lehető legrövidebb út a másikhoz. Mi van azokkal az emberekkel, akik nem találják ezt az utat? Vagy mondhatnám is, hogy nincs humorérzékük. Vannak ilyen emberek szerinted? Vagy mindenkinek van valamilyen humorérzéke? Vannak, és nem is feltétlenül csak a humorérzék hiánya a baj. Azt nem olyan régen. Ugye mi történeteket mesélünk, és abból élünk, igen, hogy belekezdünk egy történetbe, és a néző szépen jön velünk a történet során. Ezt úgy hívják, hogy utazik. De ez minden történet. Ha mesélsz egy történetet, ha filmben mutatsz egy történetet, ha regényben leírsz egy történetet, akkor a te olvasód, néződ, a közönséged utazik. És lelkileg, érzelmileg átadja magát a történetnek, és az utazás vége az, hogy valahogy megváltozik. Tehát meg tudsz neki tanítani a történeteddel valamit, amit nem mondasz ki, mégis benne van a történetben, és sokkal jobban rögzül benne, mintha történet nélkül csak szárazon olvasnál az ismereteket. És nem csak a humor hiánya a probléma, hanem ez a fajta utazásra való képtelenség is. Hogyha valaki nem tud együtt jönni egy történettel. És nekem vannak ilyen ismerőség, amikor kell leülök nézni egy filmet, és én az első 3 percben így elmerülök a filmben. Most legutoljára az Apa című filmet láttam, Anthony Hopkins-szal, igen, ami egy szenilis, tehát az magáról a szenilitásról, erről az időskori demenciáról szól, és én itt teljesen el tudtam benne merülni, és akivel néztem, ő rajta pedig éreztem ezt a teljes kívülállást, és megdöbbenést, és úristen, hát azért ez durva, hát miért kell ezt nekem néznem? És ez a fajta utazásra képtelenség jellemzi szerintem azokat az embereket is, akik nem tudnak jó ízűen nevetni egy viccen. És ez nagyon rossz, mert rengeteg mindenből kimarad így az ember, és nagyon sok mindent, ez a legnagyobb veszteség, hogy nagyon sok mindent nem tud megtanulni ezek során, az utazások során. Ez egy nagyon szép arszpoetikád. Egyébként most gyorsan elmondom a hallgatóknak, hogy emiatt is téged választottalak a stand-uposok közül a könyvbe, mert hogy azt láttam rajtad már évek óta, hogy nem csak meg akarod nevettetni az embereket, hanem egyfajta változáson szeretnéd őket végigvinni, egyfajta transformáción. Viszont ez is kiemel téged így a magyar stand-uposok sorából, úgyhogy ez nagyon jó. Ezt nagyon jó, hogy visszahallani ismét. Vissza a humorérzékhez. Ugye azt mondta, hogy van, akinek ez nem igazán van meg, nem tud elmenni, nem tud részt venni az utazáson. Lehet valahogy fejleszteni, ha már nincs meg annyira? Tehát, hogy én most fejleszteni akarom humorérzékem. Ez egy ilyen veszett fejsze, vagy? Nem tudom. Nem, fogalmam sincs. Ilyen irányú kutatásokat nem végeztem. Az viszont nekem általános tapasztalatom, hogyha egy készséget fejleszteni akarsz, akkor igazából nem arra a készségre kell ráfeküdni, hanem így komplett saját magadra. Tehát valószínűleg az, hogy jó ízűen fel tudják kacagni egy tréfán, és ne rögtön a gyanakvás ébredjen föl benned, hogy akkor most ki éppen kit akart hogyan megsérteni ezzel a viccel, ahhoz nem kifejezetten a humorérzéken kell dolgozni, hanem az egész élethez való hozzáállásodon. Úgyhogy, és az viszont meg nem csak a humorérzéket fogja fejleszteni, hanem sok minden mást is, viszont az hosszú-hosszú évek munkája. De nem tudom, most nem akarok ilyen önsegítő guru lenni, vagy így ráülni erre a pozitív pszichológiás személyiségfejlesztős hullámra, de ha az ember egy kicsit gyúrja magát, foglalkozik magával, amihez az kell, rögtön azzal kezdődik, hogy 2 lépést hátralépjél, és saját magadat is elfogulatlanul tud nézni, és az igazság fontosabb legyen neked, mint saját magad, akkor az már egy tök jó kezdeti lépés, szerintem. Még ha nem is akarsz pozitív pszichológia guru lenni, hogyha mondjuk megnéznéd egy ilyen 2006-7-es stand-up felvételedet, akkor mit szólnál az akkori önmagadhoz? Hát, nagyon fognám a fejem. Nagyon, pont
pont reggel zuhanyzáskor jutott eszembe, nem vagyok saját magam múzeuma, és el is felejtem a korábbi anyagaimat, és ha bárki jön nekem valami kis utalással, azt általában nem értem. És pont ma reggel jutott az eszembe egy ilyen anyagom, hogy mennyire szögegyszerű volt, és mennyire nem is arról szólt, ami én vagyok, hanem inkább arról szólt, hogy próbálom eltalálni a közönség ízlését, vagy keresni a kegyeiket. Ez egy érdekes dolog így visszanézve, hogy mennyire a közönségnek rendeltem alá mindent, holott ők semmi másra nem voltak kíváncsiak, csak rám. És pont ezt az élményt vontam meg tőlük. A másik, hogy mennyit változott azóta a világ. Tehát most meghallgattam, valaki fölrakta Facebookra a Humor Fesztivál győztes számomat, ami így a szingliségről, meg a férfinő kapcsolatokról szól, és ahhoz is akkoriban sokkal ilyen nyersebben, faragatlanabbul álltam, és nagyon sok mondatomat, ha ma mondanám el a színpadon, főleg ilyen országos ismertséggel, azért az a mai ilyen, nem is tudom, ilyen PC-re kihegyezett világban lehet, hogy sok feministánál kijutni a biztosítékot. És így akár reszetelni is tudnám vele. És nyilván akkor így, tehát akár ilyen 12 éves kontaktus, vagy 15 éves kontextusban is, vagy 15 éves távlatban is, akkor abban a közegben, abban a világban semmi kirívó nem volt benne, de kiragadva a kontextusából és az akkori világból, ma azért egészen máshogy hangzana. Úgyhogy én örülök is, ha mindenki jön velem, és ezek a régi anyagok így törlődnek a fejekből, ugyanúgy, hogy az enyémből is. Azt mondtad, hogy a karriered elején a közönség kegyeit kerested. Ma milyen céllal állsz ki a színpadra? Ma nagyon igyekszem elsősorban olyan dolgokról beszélni, amik engem tényleg érdekelnek, és szívből érdekelnek, és tényleg éppen bosszantanak, vagy aggódom rajtuk, vagy szomorkodom miattuk. Tehát nem tudom, például most egész hosszan próbálok beszélni arról a fajta ilyen nagyon furcsa lebegésről, ami itt az elmúlt két évben jellemző volt, hogy az ember be van zárva egy ilyen folyamatos jelenbe, itthon van, megáll a világ, valahogy így rád szakadnak még az álmaid is, főleg amikor nem tudom én beteg vagy, és még ilyen lázálmos tünetek is vannak, a képzeletet, próbálsz visszaemlékezni a múltadra, vagy abból jönnek elő dolgok így, mert ugye az ember annyit tud foglalkozni a múltjával, az embernek annyi múltja van, amennyit a jelenje enged, és ha éppen a jelened engedi, akkor így évek tudnak egyszerre rádzuhanni, és erről az ilyen nagyon, nagyon furcsa, ilyen mindenféle szerek nélküli pszichedelikus állapotról próbálok beszélni, úgyhogy mindez a közönséget látszólag egyáltalán nem érdekli. Úgyhogy ezt, mindezt úgy kell tálalnom, vagy úgy kell rajta fogást találnom, hogy valahogy nekik is vicces legyen, és érdekes, és hogy megtaláljam a fogódzókat hozzájuk. Tehát ez talán a legnagyobb kihívás, hogy arról beszéljek, ami engem tényleg érdekel és foglalkoztat, de mégis úgy, hogy ők, ahogy már mondtam, tudjanak velem utazni. Tehát nem suhanhatok én ezerrel el a kis vonatommal, hanem le kell hozzájuk lassítanom, és kényelmes fotelokat kell beraknom, amiken ők utazhatnak velem. Egy másik beszélgetésedben hallottam, hogy nagyon sokat beszéltél a tempóról, hogy ennek az utazásnak milyen legyen a tempója. Ezt hogyan szoktad belőni, ezt a tempót? Van erre valami aranyszabályod? Nagyon-nagyon fontos. Mind a mai napig az egyik kedvenc filmem, az Airplane című film, Leslie Nielsen életművének az egyik gyöngyszeme, ami egy ilyen repülőgép katasztrófa vígjáték, és Leslie Nielsen egy utasként kavarodik az egészbe. Stankai István szinkronizálja, és ami lenyűgöző benne, hogy akkoriban nem siettek még a vígjátékokkal sem, és hihetetlen jól el van találva a tempója. Tehát, hogy nem tudom, vannak benne ilyen klasszikus idézetek, és ez Tanka István hangja, Leslie Nielsen póker arcával brilliáns, hogy mikor fogunk tudni leszállni? Nem tudom. Satszolni tud? Kb. 2 óra múlva. Kb. 2 óra múlva tud satszolni? Ez kell az egy másodperc, amikor így leér benned az, hogy igen, utána 2 óra múlva tudunk leszállni, és közben valami egészen másra kérdez rá, vagy egy ilyen másik idézet a filmben, hogy ezt az utast azonnal kórházba kell vinnünk. Miért? Mi az? Egy ház betegeknek, de ez most mindegy. És itt is a tempó az, ami... Tehát a tempó arra jó, hogy időt adsz, főleg a humorban, hogy te felvázolsz egy setupot,
hagyod, hogy a néző elképzelje ezt a setupot, így megjelenjen előtte az a világ, amit te most így fölvázoltál, és amikor már ez a világ megvan, akkor ezt az egészet egy mozdulattal porrázúzod, és annál nagyobbat fog ütni a poén, minél kiforrottabb világot tudsz aztán tényleg minél apróbb szilánkokra zúzni, akár egy ilyen fordulattal, hogy két óra múlva tud satszolni. És erre jó a tempó. Tehát tudni kell azt, hogy mikor gyorsíts, tudni kell azt, hogy mikor állj meg, érezned kell azt, hogy a nézők fejében hogy születik meg ez az egész, akár még poén után is tarthatsz egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú csendet. Például a most futó estemben van egy ilyen visszatérő szál, hogy pont az utazás, hogy utazunk a családdal, tartunk Ceglédre, hogy elhozzunk egy kiskutyát. És mindig állandóan elkalandozom, és egyszer van egy ilyen nagyon-nagyon brutális elkalandozás, amikor már azt fejtegetem, hogy Isten így büntete, hogy Covidot küld ránk, meg erdőtüzeket, meg hogy változott meg a veszélyérzet, mennyire más most ezek a közvetett, nem tapasztalható veszélyek, mit hoznak ki belőlünk a hüllőagyunkból, és hogy mi lesz majd, ha meghalunk, és nem tudom, és a végén van egy nagyon nagy csatorna, és egy nagyon nagy nevetés, és addig várok, amíg az utolsó kis kaca is el nem ül a színpadon, de ez egy ilyen masszív 5-6 másodperc csend. És utána úgy folytatom, hogy szóval megyünk Ceglédre a kiskutyáért. Ami megint jön egy nagy nevetés, mert teljesen elvittem őket, teljesen elkalandoztak máshová, teljesen lehiggadták, várták, hogy innen hova megyünk tovább, és sehova visszaérünk ugyanoda, onnan elindultunk. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a tempó, és nem csak a gyorsítás, hanem a lassítás még inkább. És az a tapasztalatom, hogyha a közönség nem jön velem, akkor korábban igyekeztem belegyorsítani, hogy csak a következő poénig jussak el, azonban biztos nevetni fognak. Há, ezen se nevetek, nem vagyok, hogy gyorsan eljutunk ahhoz, na, az majd ott egy erős anyag lesz. És nem ez a megoldás. Tehát bármennyire is ez a kézenfekvő, nem ez a megoldás. A megoldás ilyenkor az, hogy még jobban lelassítasz. Még jobban lelassítasz, és azt a bizonyos vonatot, ugye, lassítod és hagyod, hogy felszálljanak, elhelyezkedjenek, és aztán tényleg együtt tudjatok utazni. Most az, amit elmondtál, ahhoz még inkább azt érzem, hogy ilyen elképesztő magabiztosságra van szükség, és saját magadba, meg az anyagba vetett hitbe, hogy bár gyorsítanék és rohannék a poénért, hogy megtaláljam a kegyeiket, de nem. Szóval ezt jól érzem, hogy azt tud igazán jól humorizálni, aki elképesztően magabiztos is. Igen, és tényleg, ha megnézel bármilyen fiatal stand-upost, és bármilyen idős stand-upost, tehát megnézel most egy 20 éves amerikai stand-upost, és megnézed mellé a most 51-néhány éves Louis C.K.-t, Louis C.K. hihetetlen, de még a saját fiatalkori magához is képest is nagyon hosszan elmélázik, van, hogy csak néz a szomorú boci szemeivel, van, hogy, tehát, hogy mind, és magyarul, tehát a magyar humoristákat is megnézed, mindig is az volt a fiatal és az öreg humoristák közti különbség, hogy az öregek már tudnak lassulni. És Hoffinál is hiába volt mondatról mondatra poén, köztük tudott lenni szünet, tudott lenni spét, tudott lenni kis kikacsintás, vagy elmert mondani három olyan mondatot, aminek köze nincs az anyaghoz. De igen, ehhez egyrészt az kell, hogy bízzál az anyagban. Nyilván, amikor én először mondok el egy anyagot, fogalmam sincs nekem se a tempójáról. Tehát nem tudom, hogy ez az anyag, ez hogy kell életre, hogy fog működni. Úgyhogy nekem is rá kell találnom többedszeri elmondással egy anyagnak a tempójára. Lehet, hogy sűrítenem kell, lehet, hogy két szóban el tudom mondani azt, amit ideig 4 mondatban mondtam. Lehet, hogy az a 2 perc felvezetés az fölösleges, és egyből ugorhatunk a sűrűjébe. Tehát ez mind-mind úgy jön meg, hogy az ember elmondja, tanul belőle, még egyszer elmondja, és aztán valahogy meg lesz az anyagnak a saját tempója. De ehhez sokat kell mondani. Tehát nincs, hogy kiállsz valamivel, elsőre mondod el, vicces vagy, és másnap eszedbe jut 20 perc valami teljesen új dolog, és azt is elmondod, és az is kiváló. Hanem nehezen is jutnak az ember eszébe dolgok, és ha az vicces is, akkor is az még utána nehezen csiszolódik tényleg olyan tempójúvá, hogy jó legyen. A másik trükk pedig, erre a hihetetlen magabiztosságra, ez a fake it till you make it dolog. Ugye, hogy ha nincs is meg a magabiztosság benned, akkor is úgy kell tenned, mintha. Tehát uralod kell magad, nem kapkodhatsz, kinyitod magad, parancsolod magadnak a lassúságot, miközben a szíved így kalapál, és majd kiugrik a helyéről. Úgyhogy ha még magától nem megy a magabiztosság, akkor színlelni kell.
Most ha valaki hallgat minket, és bízom benne, hogy valaki hallgat minket, és mondjuk nem profi stand-upos, vagy nem szeretné ilyen babérokra törni, hanem mondjuk egy egyszerű üzleti tárgyaláson szeretne humorizálni, vagy esetleg egy üzleti prezentáció közben, akkor mit tanácsolnál neki, hogy mikkel próbálkozzon? Egyrészt ne akarjon minden áron. Tehát, hogy ez tényleg, tehát az, hogy valaki elsüt egy-két poént az előadásában, az már tényleg csak a jéghegy csúcsa. Tehát az már csak a pont az íre, az már csak a díszítés. Ahhoz szerintem, hogy úgy tudj humorizálni, hogy az tényleg üljön, ahhoz az kell, hogy amúgy az előadás rendben legyen. Mint ahogy ugye marketingelni is csak jó terméket van értelme, hogy igenis szerintem poénnal megfűszerezni is csak egy jó előadást van értelme, mert különben szerintem a poén se lesz jó. És akkor is, tehát sokkal könnyebb úgy viccelni, hogy magában az előadásban már biztos vagy. Tehát tudod, hogy mit akarsz elmondani, tudod, hogy nem tudom én, 15 perced van, de akár 10 alatt is el tudod mondani, és nem fogsz túllógni, tudod, hogy nem akarod teletömni a nézők agyát infóval, hanem egy-két ilyen sarkalatos pontot át akarsz vinni. Ott is mersz magában az előadásban is mersz tempót váltani, ott is le tudsz lassulni, föl tudsz tenni egy kérdést, hogy de mivel is foglalkozik a cégünk, vagy miben is áll ennek az újításnak a lényege? És akkor tudsz egy picit várni, hogy tényleg megkérdezzék az emberek is maguktól, hogy miben áll a lényege, mert akkor tényleg érdekelni fogja őket, hogy miben áll a lényege. És ha már így megy az előadás, akkor viccelhez. De ne rögtön a viccel kezd. Ne rögtön a viccel kezd, mert annak nem lesz jó vége. A másik jó tanács pedig, hogy ha pedig tényleg viccelsz, akkor ízléssel. Akkor tényleg nagyon nagy körültekintéssel is ízléssel, mert semmi, tehát hogy Hofi Géza is belecsúszott abba a hibába, hogy egyik Ofélia előadást, egy fergeteges előadást, nézők hihetetlenül jól jöttek vele, gurgulázó közönség, óriási visszataps, és visszajött, és elmondott egy cigány viccet. Jó. És így, jó, hogy akkor, tehát megint nyilván a kontextusban nézzük, azért 20 évvel ezelőtt azért egész más volt egy cigány viccnek a konnotációja, mint ma, de hát azért akkor is. És ugyanígy egy előadást is el tud rontani egy ízléstelen poén, egy ilyen anyós vicc, vagy egy nem tudom én, egy rendőr, vagy egy oda nem illő, vagy egy internetes, egy 1000 éve lerágott internetes poén. Tehát ha tényleg az előadói jellegedből, előadói karakteredből sugárzik az, hogy te amúgy is ilyen jópofa ember vagy, akkor belefér, de nem minden áron. Ezek a poénok, ezek megtervezett, kitalált poénok legyenek, vagy merjünk esetleg spontának is lenni? Mit tanácsolnál a kezdőknek? Vagy az már egy nagyon magas szint, amikor valaki spontán bemer dobni valamit. Hát az már nagyon magas szint. Szerintem a kollégákon próbáljátok ki előtte mindenképp. Tehát nyilván, ha valaki prezentálni megy, akkor egy munkahelyről megy prezentálni. Tehát csak vannak beosztottjai vagy kollégái, akiken így finoman tesztelni tudja ezeket. És nyilván egész más közeg azért az is, hogy az ember ott a kávészínedben a kollégáival viccel, és akkor felbátorodik, hogy na, én elég vicces vagyok ahhoz, hogy prezibe is elsüssem, de szerintem tényleg ne bízzuk a véletlenre. Az se baj, ha fixezünk, tehát nekünk is, nekünk humoristáknak is, mi is másfél évig mondunk egy poént. Tehát nem baj az, ha neked is elő-elő kerül újra egy poénod, amiről már tudod, hogy működik. És lehet, hogy a hallgatóságból ott ül 5 ember, aki már hallotta, de ott ül 100 másik, aki még nem, akkor ne azzal az 5 emberrel foglalkoz, mert az a 100 másik, az nagyon jót fog rajta szórakozni. Ha az az 5 ember meg fanyalog, hogy nem, múltkor is ezt mondta, akkor ők meg mondjanak jobban. Szintén tőled tanultam azt, hogy mitől nevetünk. Ezt megosztod a hallgatókkal is? Nekem ez egy nagy felismerést hozott utána, hogy mi a nevetés biológiai háttere? Igen, ez, amit már mondtam, hogy fölépítesz egy setupot, tehát fölvázolsz, kikristályosodik a nézők fejében egy ilyen egy világ, viszed valamerre a történetet, és utána hirtelen fordítsz egyet az egészen, és elviszed egy teljesen más irányba. Tehát ahhoz képest, amit ők várnak, valami egészen más történik. És ezt az agy, ezt nem tudja feldolgozni, de hál' Istennek be van építve erre egy biztosíték, a nevetés. Tehát ezt a fajta hihetetlen ellentmondást, ezt a feldolgozhatatlanságot, hogy
hogy mikor tudja megmondani, hogy mikor, hogy tud-e satszolni, hogy mikor szállunk le, és ehhez képest az derül ki, hogy mikor tud satszolni. Ezt az agy nem tudja máshogy feldolgozni, csak úgy, hogy nevet egy jó ízűt. És akinél ez nincs meg ez a képesség, annál ott marad a feldolgozás képen a nevetés helyett a rémület, a pánik, a sértődés, a döbbenet. Ezeket mind-mind ki tudja váltani egy jó ízű nevetés, úgy, hogy közben az agy meg is jutalmazza magát dopamin és endorfin hormonok formájában, amik meg viszont segítenek abban, hogy kinyissák az agyadat, és nyitottá tegyék új ötletekre, új elképzelésekre. Úgyhogy a nevetéssel együtt rögtön be is lehet csúsztatni valami kis üzenetet. És itt van a humorista felelőssége, hogy milyen üzenetet csúsztat be a nevetéssel. Emlékszem, hogy amikor nagyon régen voltam agykontroll tanfolyamon, a szünetekben reklámozták, hogy tartanak úgynevezett ilyen hahota klubokat, ami abból lát, hogy oda mentek emberek, nem hetente, két hetente, és egy órán keresztül nevettek, de nem olyan profi poénokon, mint amilyeneket te nyomsz, hanem kvázi nevetést szimuláltak, és egy idő után, ahogy erőlteted a nevetést, az át tud menni természetes nevetéssé, és ezáltal, ugye amit mondtál is, hogy endorfin, dopamin szabadult, és jobban érezték magukat az emberek utána. Igen. Van ilyen, de a nevetés ugyanúgy ragadós, mint az ásítás. És az embernek elég csak visszaemlékezni a kamaszkorára, amikor 14-15 évesen elképesztő hülyeségeken tudtunk vihogni, és egy idő után már tényleg azon röhögtünk, ahogy a másik röhög. És nekem is ilyen emlékeim, hogy könnyezve, sírva nevetünk evés közben a táborban az asztalnál, miközben gulyás levest próbálunk kanalazni kanállal, és a mellettem ülő barátom próbálja nekem elmagyarázni, hogy ide a kézfejemre esett egy nyálas kenyérmorzsa, de nem tudja kinyitni, vagy nem tud szavakat formálni, mert annyira röhög. Viszont én észreveszem a gesztust, és röhögés közben beszippantom a kenyérmorzsát, mire ő még jobban röhög, mire én még jobban röhögök, és csak 15 perc múlva, amikor az egész röhögés hullám lecsillapodik, akkor tudja szavakba önteni, hogy azt ő kötte ide. Úgyhogy, ami aztán megint kivált egy nevetést. És ha az ember tényleg visszagondol ezekre az ilyen hihetetlen vad kamasz élményeire, akkor látja, hogy ez a szilajság és ez a féktelenség, tehát nem, valószínűleg nem azért nevettünk, mert kamaszok voltunk, hanem azért voltunk kamaszok, mert tudtunk nevetni. Karinti mondta azt annól, legalábbis hozzákötik, hogy a humorban nem ismerek tréfát. A humorban mindig az igazságot mondjuk el szerinted, vagy legalábbis te azt mondod például? Hát nekem az a tapasztalatom, hogy a közönség egy nagyon-nagyon jó ilyen ítélő bíró, egy nagyon jó zsűri. És még ha meg is próbálsz mondani valamit, ami megfelel a kritériumoknak, hogy a setuphoz képest valami egészen más történik, és tényleg frenetikus és jó, azért a közönség érzi azt, hogyha amit mondasz, az fals, vagy túlerős, vagy igazságtalan, vagy nem fair, és lehet, hogy nevetnek rajta, de lehet, hogy utána úgy állnak fel, hogy de én azt már nem tudom, mert akkor már hátul vagyok az öltözőben, tehát nekem nem csak azzal kell foglalkoznom, hogy éppen mit ad nekem vissza a közönség, hanem azzal is, hogy hazafele ők, ha átgondolják ezt az egészet, akkor majd ebből mit fognak elfogadhatónak tartani. De tény, hogy sokkal könnyebb embereket megnevettetni úgy, hogy amit mondasz, az tényleg hiteles és igaz. És nekem nálam egy fokmérője a nevetésnek, tehát tényleg a közönség, ha igazán önfeledten a térdét csapkodva nevet valamin, az mindig azért van, mert a nevetésével igazolja, amit én gondolok. Persze aztán ez lehet azért is, mert nem tudom én, például akik politikai humorra foglalkoznak, nyilván náluk lehet azért, mert a közönség túlnyomó része is azokat a politikai nézeteket vallja, amiket ők, és akkor nyilván abban a közegben igaz az, amit mond, de egy más közönség előtt már más lenne. De én nyilván keveset beszél politikáról, hanem inkább egyetemes, érvényes emberi dolgokról, és ezeket így el is fogadjuk igaznak aznap a közönséggel. Ettől függetlenül egyébként nem gondolom azt, hogy én orákulum vagyok, és feltétlenül igazam van, és általában 2-3 évente felül is vizsgálom, amit mondtam. 6 év után meg már egyáltalán nem bírom visszanézni azt, amit én találtam ki, de törekszem.
nem csak élőben lehet téged látni, hanem ugye a YouTube-on is rengeteg előadásod van fönt, és ezek közül hadd emeljek ki egyet, és ajánlom is majd a nézők figyelmébe, fel is fogjuk tenni a karizmapodcast.hu-ra az adásunk jegyzeteihez, ez pedig a 2019-es egyik stand-upod, amit a Forráspont rendezvényen adtál át, ahol egyrészt meséltél a hitedről, Istennel való kapcsolatodról, és mindezt egy ilyen nagyon humoros, mégsem bántó, de egy ilyen nagyon elegáns környezetbe ültetted bele. Szerintem ez egy zseniális előadás, ezt külön meg akartam kérdezni, hogy például erre hogy készültél föl, és ez csak én éreztem-e azt, hogy ez egy nagy kihívás lehetett, vagy ez is csak egy előadás volt úgymond a sok közül? Nem, ez egy abszolút egyedi és rendkívüli dolog volt. Ugye én egyházi gimnáziumban érettségiztem, 16 éves koromban körülbelül egy évig masszívan egyházi pályára készültem, aztán ez változott, és azóta persze a hitem is változott, és teljesen nem tudom én, új és sajátos irányt vett a lelki fejlődésem is. Nevezetesen így annyi történt, hogy nem csak azt fogadtam el, hogy én nem tudom, én Isten gyermeke vagyok, hanem azt is, hogy húsvér ember, és nekem ezekben az emberi dolgokban el kell merülnem ahhoz, hogy tudjak róluk a színpadon hitelesen beszélni. De ettől függetlenül felkértek engem erre a Forráspont dologra, ahol 5000 fiatalnak kellett tanúságot tennem. Ez a kifejezés, ez a keresztény kifejezés erre, hogy tanúságtétel. És én már a szótól is írtózom, mert én tanúságtétel címén mindig ilyen, nem tudom én, ilyen gejl, meg ilyen frázisokba menekülő, ilyen semmit mondó beszédeket hallottam, és nyilván ez egy megúszós dolog. Tehát egy jó tanúságtétel az nagyon őszinte, és az nagyon fájdalmas, mert akkor nem csak az előző 5000 ember elé tárod így ki magad, hogy ez vagyok én, hanem ha így kikerül a YouTube-ra, akkor ezen a burkon túl is mindenki elé. Úgyhogy tudtam, hogy ezzel én nagyon nagy kockázatot vállalok, és úgy döntöttem, hogy akkor viszont tényleg úgy arról fogok beszélni, engem igazán érdekel, vagy ahogy én igazán őszintén szívből gondolom, akkor is, hogyha az egyház se lesz a barátom, mert hogy képzelem én ezeket a dolgokat, és a nem hívők se lesznek a barátaim, mert hogy mit keresek én egy egyházi rendezvényen. Tehát én ezt körülbelül úgy vettem, hogy én most mindkét oldalról kileszek átkozva és távolások keresztüzébe kerülök, de vagyok már annyira felnőtt, hogy ezt azért el tudjam viselni. És kiálltam, elmondtam, nem tudom, hát úgy készültem rá, mint egy stand-upra leszámítva, hogy ezt nem lehet előtte sehol lepróbálni. Tehát az ott tényleg úgy sül el, egyszer is megismételhetetlenül, ahogy. És utána senki nem is jött oda engem visszaigazolni, senki nem mondta azt, hogy hú, ez jó volt, megveregették ott a helybe a vállamat, hogy köszönjük szépen a részvételt, maradjál még, nem tudom, mindenki el volt foglalva azzal, hogy pörögjön az a rendezvény, úgyhogy én szépen letöröltem a sminket az arcomról, odaadtam a technikusnak a mikrofont, és hazaballagtam, és utána csak két hét múlva jutottak el odájuk, hogy fiam, hogy tök jó volt. És aztán láttam interneten, hogy ez így kezdett szárnyra kapni, és emberek így megtalálták benne a maguk üzenetét. És volt még egy ilyen húzásom egyébként, egy Anyautak nevű ilyen pécsi alapítvány keresett meg engem, hogy beszéljek már az apukáknak a kismamák nehézségeiről, és arról, hogy mi a helyzet, mire figyeljenek, és mit várjanak. És ez is egy ilyen teljesen olyan dolog volt, hogy én nem tudtam erre készülni, nem tudtam lepróbálni a szövegemet, hanem nettó azt mondtam, amit én magam is minden kendőzetlenség nélkül gondolok a dologról, és nem akartam mindenáron vicces lenni, nem akartam poénokba takarózni, hanem beszéltem, nyilván volt benne humor is, de volt benne más ezer érzelem is, és ez is valahogy úgy betalált az embereknek, és ezt is így elkezdték osztogatni. Úgyhogy arra jöttem rá, hogy ha én tényleg semmi más nem mondok, csak azt, amit tényleg gondolok, és amivel tényleg azonosulni tudok, akkor az általában valahogy így mindig tetszik az embereknek. Még akkor is, ha nem feltétlenül könnycsapkodós, vagy könnyű törölgetős tércsapkodós anyag. Ezt az előadásodat is be fogjuk majd linkelni a weboldalra, hogy aki nem látta még, az mindenképp nézze meg. Megint látszik belőle, hogy milyen szintű humor képviselsz. Humorérzék.
egy fontos dolog van még a fejemben. Ugye beszéltünk arról, hogy hát van, akinek nincs, vagy ő másképp éli meg, nevetés helyett ugye kardjába dől, és frusztrálódik, és mindenféle egyebet él át. Az merült fel bennem, hogy vajon szerinted a humorérzék az örökölhető-e, és ha igen, akkor te mit örököltél édesapádtól, és mit örököltél édesanyádtól ezen a téren? Nem tudom, hogy örökölhető-e, pontosabban nem tudom, hogy mi ez a nature versus nurture arány, ugye, a humorérzéket illetően, hogy miről tehetnek a gének, és miről a neveltetés, mert én ugye eleve úgy nőttem fel, hogy édesapámnak nagyon jó humorérzéke volt, hihetetlen beszélőkéje, és mindenből ki tudta magát vágni, és mindenre volt egy fix poénja, amihez nekem asszisztálnom is kellett. Tehát ahányszor megláttak minket együtt, már ilyen, nem tudom én, 5-6 éves koromtól, rám néztek, és tényleg ilyen minimi voltam a faternak, tehát egy az egyben így nézett ki, és mindenki azt mondta, hogy na hát ez a gyerek tiszta apja. Mire apám azt mondta, hogy érdekes, mindenki tudja, ki az apja, csak én nyomozok. És én ezt rengetegszer meghallgattam, de mindig, igen, apa. És hát az öreg is ugyanúgy fixekkel dolgozott, mint én, és nem kérdés, hogy ezt szerintem nagy részben tőle örököltem. Anyukámnak nem hogy így aktív humor, tehát ő a poénokat nem mondott, befogadó oldalon nagyon hálás volt, tőle inkább a tapintatosságot örököltem, és az empátiát. Tehát az nagyon fontos, amikor humorizálsz, hogy együttérzéssel, empátiával és emberséggel csináld. Tehát, hogy nem tudom, én lehet beszélni öregekről, lehet beszélni betegségekről, lehet beszélni, nem tudom, mindenről lehet beszélni, csak meg kell hozzá találni a megfelelő fogódzót így a humanizmus mentén, és anyukámtól pedig ezt a készséget örököltem. Vagy nevelte belém, nem tudom. És a gyermekeiden látszik már ez, hogy melykőjük milyen szintű humorérzékkel rendelkezik? Látszik. Ugye három gyermeked van. Csodálatosak. A fiam, ő most 11 éves, és sajnos kezdi ezt a általános iskolai ötödikes humort, tehát a nagyon hosszú és nagyon fárasztó viccek és a túlmozgásos ilyen fizikai gegek humorát, de hát ezt majd ki fogja idővel nőni. A kisebbik fiam nagyon jókat mond, a kislányom pedig, hát őrülkölte szerintem a nettó a legtisztábban az én humorérzékemet, mert nagyon jókat is mond, és hatalmasokat is tud kacagni, és nagyon-nagyon jól veszi a lapot. De mind a három gyerekem jól veszi a lapot, ez olyan jó. Tehát, hogyha nem tudom én, ebédnél az a kérdés, hogy ő miért kapott nagyobbat, mint én, amikor azt szoktam nekik mondani, hogy azért, mert őt szeretem a legjobban. És ezen már ők is röhögnek, tehát abszolút nincs köztünk ilyen. Néhány villámkérdéssel készültem még neked is, úgyhogy kanyarodjunk rá erre. Mi az a kommunikációs trükk, amit gyakran használsz, és nem szívesen osztanád meg, de most mégis megosztod a Karizma Podcast hallgatóival? Most szeretek mosolyogni emberekre, és szeretek közvetlen lenni. Már nem úgy, hogy body, hanem hogy szeretem így kinyitni magam, és szeretem az első pillanattól kezdve tudatni az én hozzáállásomat a szituációhoz, vagy az én szerepemet a szituációban. És ez nagyon hasznos, mert ha te egyértelmű vagy, akkor onnantól kezdve a helyzet is egyértelmű, és a másik is egyértelmű lesz. És mindezt meg nem bántva. Tehát akár egy bolti reklamáció is lehet olyan, hogy nem kell egymás torkának ugranunk. Persze. Közben. És van még egy nagyon fontos trükk, hogy szeretem magamat hülyébbnek tettetni, mint amilyen vagyok. Ez egy csodálatos kapukat tud megnyitni. Tehát párbeszédekben is, ha az emberek mondanak nekik neked valamit, és szembesíteni akarod a saját hülyeségével, akkor azt tudod neki mondani, hogy te figyelj, ne haragudj, most ez nekem nagyon gyors volt, mert én nem vagyok azért a legélesebb kés a fiókban, de ha jól gondolom, akkor te ezzel most azt akarod mondani, hogy... És akkor megismétled neki azt, amit ő mondott, és így azt neki még egy esélyt arra, hogy, hogy végig gondolja, hogy mekkora, hogy ő hallja kívülről, hogy mit mondott. Tehát ez a fajta ilyen szokratészi módszer, hogy te hülyébb vagy,
mint amilyen, és te nem akarod megmondani a frankót, te csak visszakérdezel, és hagyod, hogy az illető magától lássa be azt, ha valamit rosszul gondol, vagy esetleg éppen megvédje az igazát, és segítsen téged ráébreszteni arra, hogy betévedsz. Ez nekem mindig működik. És mindig úgy, hogy sosincs belőle ilyen tényleg ilyen egymás torkának ugrás vagy acsarkodás. Mert abban a pillanatban, ahogy indulat van, akkor így bezárul az ember agya, és nem tud tisztán látni, és ilyen ködös beszűkült aggyal kaszabol. Úgyhogy ezt tudom mindenkinek ajánlani, hogy nem kell, tehát nyilván az ember bizonyítani szeretne, de én már bizonyítottam eleget, én már mutathatom magam hülyébnek, mint amilyen vagyok. Ez jó, ezt ki fogom próbálni. Tényleg jó. Következő kérdés, ha újra kezdenéd a karriered, akkor mit csinálnál másképp? Hát ugye kérdés, hogy milyen karriert kezdenék újra. Mert a stand-upos karriert. Mert ugye én eredetileg jogász karriert kezdtem, és egy nagyon nagy bátorság volt nekem az, hogy egy biztos polgári állásból, egyetemi tanársegédkedésből, ügyvéd jelöltségből ugrottam fejest ebbe. Valószínűleg ezt a bátorságot akkor is, ha újra kezdeném, akkor is megtenném. Viszont ha már stand-upos lennék, tehát ha már erre a pályára léptem, akkor sokkal előbb merném magamat őszintén odaadni a közönségnek, és így rábízni magam a közönség bizalmára, és nem ilyen nem tudom én, langyos poénokkal keresném a közönség kegyeit, hanem tényleg bíznék abban, hogy ők rám kíváncsiak, tehát akkor magamat adom. Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted azt a fajta sikert, amit elértél, ezt a fajta országos ismertséget, népszerűséget? Az átlagosságomnak. Tehát, hogy sosem a színpadon sem, meg sehol az életben sem akarok én több lenni, mint bárki más. Tehát ugyanazokat a problémákat akarom, ugyanazt az életet akarom, ugyanazokat a gondokat, ugyanazt az utat akarom végigjárni, ugyanúgy akarok megöregedni, mint bárki más, és ezek az élmények lesznek majd aztán azok, amik mentén összetudok kapcsolódni, mint ahogy eddig is összetudtam kapcsolódni a közönséggel. És az utolsó kérdésem, hogyha ne adj Isten az összes tartalmad eltűnne az internetről, nem tudnál már többé fellépni, de egy A4-es lap azért maradna utánad, akkor mi lenne az a három dolog, amit arra a lapra írnál? Lehet, hogy nem kéne egy A4-es lap, vagy három dolog, mert lehet, hogy elég lenne egy, vagy legalábbis most hirtelen csak egy dolgot tudok kitalálni. Hát mondjuk kettőt, és nagyon furcsa, hogy mind a kettő valahogy pont a kislányomhoz kapcsolódik. Az egyik a Viharabiliben című estemnek a vége, ahol arról beszélek, hogy egyszer itt a konyhában, a rádióban szólt egy dal, egy lassú dal, amit én nagyon szeretek, és akkor mondtam az akkor 4 éves kislányomnak, hogy gyere, táncolunk. És akkor letérdeltem hozzá, és akkor elkezdtünk hajladozni, és éreztem a kis szívverését és a kis szöszi buksiját odahajtotta a vállamra, és ilyen kicsit sután dülöngélt, és engem így elárasztottak az érzelmek, és azt mondtam neki, hogy figyelj, tudom, itt megígérem, hogy az esküvődön erre a dalra fogok táncolni veled. És így kibontakozott a karomból, és rám nézett, és azt mondta, hogy meghívlak! És ez ebben szerintem benne van minden, amit én így képviselek, vagy gondolok. Ez nagyon szép. Köszönöm szépen. Van még benned valamilyen gondolat, ami kikívánkozik, amit mindenképp megosztanál? Rengeteg gondolat kívánkozik ki belőlem, de azokat majd a színpadon elmondom, úgyhogy jöjjön mindenki Duma Színházba. Helyes. Menjetek Duma Színházba. Bízom benne, hogy kedvet csináltunk ehhez is, humorizáljatok minél többet, figyelembe véve kapnak az intelmeit is, és még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én évek óta követem a munkásságodat, figyelem az előadásaidat, a posztjaidat,
az életedet, amennyire ugye látszik, és én most is nagyon sokat tanultam tőled, ezért nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Imre. Sziasztok. Mai adásban a humort vettük alaposan górcső alá, Kovács András Péter segítségével, és egy nagyon erős tanulság nekem az az, hogy igen, szükség van magabiztosságra a humorhoz, de ugye fake it till you make it, tehát az is működik, hogy úgy teszünk, mintha, és idővel szépen meg fog jönni ez a magabiztosság. Úgyhogy, ha tetszett ez az adás, akkor értékeljétek Spotify-on, Apple Podcast-en, ha YouTube-on nézted, vagy hallgattad, akkor iratkozz föl, lájkold be, és kommentbe írd meg, hogy mi a legerősebb gondolat, amit hazaviszel ebből a mai alkalomból. És hogyha további gondolatokra vagy kíváncsi, akkor egyrészt András előadásait mindenképp látogassátok, másrészt pedig a Karizma könyvben, ott nem a humort vettük annyira a górcső alá, hanem András karizmáját, a fellépését, a magabiztosságait elemeztük ki, és ott is rengeteg trükköt és titkot árult el. Nagyon örülök, hogy itt voltatok, itt voltál velünk. Találkozunk a következő adásban, addig is a legjobbakat kívánom neked. Szia!